преславы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душу. Georgij Malenkov, büszkeség és balítélet. Múlt adásunkban Georgij Malenkov politikai pályájáról volt szó, az indulás éveiről. Nem akármilyen ember volt ő, jól lehet nagyon lentről indult, egy kis egyetemi pártszervezetnek volt a titkára, és a végén, az 50-es évek elején Sztálin kiszemelt utódja, sőt, Sztálin után a szovjet kormány élére került. De eljött az 1945-ös esztendő, ez cezúra volt sokban Malenkov életében, majdnem kitörte a nyakát. Lazár Kaganovics így emlékezett erre az évre. A gazda, vagyis Sztálin elvtárs félig meddig ráment a hiroshimai atomrobbantásra. Már Potsdamban is alig volt képes kézben tartani magát. Képtelen volt aludni. A Fekete-tenger partján egy üdülőben kezelték. Elég gyorsan rájött arra a gazda, hogy legközelebbi munkatársai a négyek, Malenkov, Beria, Mikoyan és főleg Molotov egészen magabiztosan gyakorolják távollétében a hatalmat. Közben a nyugati lapok is megírták, Sztálin nagybeteg, utódja Molotov lesz, vagy esetleg Zsukov marsall. Erre Sztálin hazajött a fővárosba és bosszút forralt. Engem nem bántott, de a többieket, főleg Molotovat, akit jószerivel árulónak kiáltott ki, s akivel még a tegeződést is abba hagyta, pellengérre állította. Sztálin nem volt valami könnyű helyzetben. Ereje persze megvolt ahhoz, hogy hozzányúljon a szűkebb környezetéhez, és hát kivégző osztag elé küldje őket. De nem tette, és nem is tehette ezt meg. 1937 és 39 között a nagy terror időszakában szinte minden rátermett ember a szovjet kormányból, a szovjet pártvezetésből eltűnt az élők sorából. Sztálin kénytelen volt támaszkodni erre a négy emberre, jó lehet félig meddig meggyűlölte őket, hogy ilyen jól végezték a munkát ő helyette, amikor ő gyógykezeltette magát. Még Malenkov járt a legjobban, Sztálin igazából nem haragudott rá. De aztán eljött a 46-os esztendő, május, Jákovlev, Sztálin kedvenc repülőgép konstruktőre, és Sztálin fia Vászja tábornok, aki 20 évesen előtérbe került a légierő területén, ők párhuzamosan följelentették Malenkovot. A háború alatt Malenkov felügyelte a repülőgépgyártást. És hát ezek a repülőgépek, amikor a frontra kerültek, hát nem nagy részt, de azért nagyon sok a repülőgépek közül, ezek sorra lezuhantak. És abban volt valami igazság, hogy nem elég gondosan gyártják le ezeket a repülőgépeket, de hát Malenkov részben nem értett hozzá, részben nem tehetett erről, mégis Sztálin utasítására lefejezik a repülőgépipart, letartóztatják a tábornokokat, letartóztatják a fő konstruktőröket, és bírósági perre kerül sor, és a bírák megbeszélték Sztálinnal, hogy mi történjen. És Sztálin el is szórakoztatta akkor magát, 5 fővádlott van, kapjon az egyik 2, a másik 3, a harmadik 4 év börtönt, a negyedik 5 év börtönt, és volt egy 6. vádlott Malenkov, aki nem kapott semmit, Sztálin mindent elvett tőle, de az életét nem vette el. És Malenkovot még a nyaralójából is kiverik. Malenkov bukásáról rengeteg legenda maradt meg a mai napig, például a szakirodalom jelentős részében az van, hogy száműzték őt Üzbegisztánba, az ottani pártszervezet élére.
Szó sincs róla. Egyszerűen lapított a nyaralójában, visszatért végül oda, és Sztálin úgy engedett neki sorra, hiányzott neki. Kellett egy fregoli ember Sztálin mellett, aki elvégzi helyette az irodista munkát. Malenkov elveszíti a pártisztségeit, de közben más kormányzati feladatokat kap. Például Németországból és más szatellit államokból, a második világháborús államokból, az Oszovia Hím keretében többek között Malenkov irányításával mindent össze kellett szedni, embereket, szabadalmakat, tervrajzokat, le kellett szerelni a gépeket. Ugyanaz történt egyébként a megszállt Németország nyugati tartományaiból, ott az amerikaiak egy Gemkapocs nevű akció keretében szintén mindent összeszedtek, és egy csomó embert is, például Werner von Braunt. Na most emellett Malenkov egy teljesen más feladatot is kapott, a szovjet mezőgazdaságot kellett neki felügyelni egyik napról a másikra. És még kapott rengeteg más munkát, például a szovjet vezetés úgy döntött, hogy le kell koppintani az amerikai B-bombázót, és akkor történt az, hogy Tupolev, híres konstruktőr, aki megjárta korábban a börtönt, ő létrehozta egy Tu-4-es nevű gépet, gyakorlatilag ez egy amerikai gépnek a koppintása. De valaki felügyelte ezt, és Malenkov lett, aki felügyeli ezt a munkát. Közben Malenkovnak még voltak rövid útjai, teljesen titkos utak Németországba, de még egyik alkalommal Budapestre is. Magyarországon is volt két olyan hadi üzemnek tekinthető gyár, a MOM és az Egyesült Izzó, és el kellett dönteni, hogy most teljesen leszerelik ezeket az üzemeket, vagy pedig itt gyártják a szovjetek számára a stratégiai fontosságú árut. És akkor Malenkov úgy döntött, hogy ziher, ami ziher, azért érdemes egy csomó dolgot leszerelni. Erről az utazásáról senki nem tudott. Én véletlenül tudtam meg az egészet, egyik kísérője, Vladimir Jurászov, akivel én New Yorkban találkoztam, a Szabad Európa Rádió, Szabadság Rádió számára dolgozott, ő megszökött, szovjet alezredes volt, megszökött nyugatra, később, és híres író lett ott, és akkor megtudta, hogy magyar vagyok, valami ilyesmit mondta, igen, én meg egyszer jártam Budapesten, csak nagyon rövid időt töltettem ott Malenkovval együtt. Milyen volt Malenkov, mint ember odahaza? Szótlan és sontlan. Tisztában van, hogy lehallgatják őt. Amikor Moszkvában találkoztam Malenkov gyerekeivel, Andréjel, Vólyával és Georgéjal, mind a hárman külön-külön elmondták, hogy otthon nem volt nekik szabad politikáról beszélni, mert az apjuk jól tudta, Sztálin, majd később Hruscsov figyelteti őt. Ez így is történt, amikor a nagy terror idején Malenkov a terror egyik irányítója volt, de közben őt is figyelték. Jezsov, belügyi népbiztos, NKVD főnök egyszer írt egy följegyzést Sztálinnak, hogy Malenkovnak van egy barátnője, Betty Glan, a moszkvai Gorki Park igazgató nője. Hát nem tette hozzá, de hát ezt mindenki tudta akkor, egy nagyon híres szovjet kémnő. Egyébként egy Gorkics nevű jugoszláv kommunista vezetőnek volt a felesége, és ezzel párhuzamosan pedig William Bullitt, amerikai nagykövet szeretője. Ez egy elképesztő történet, egy ilyen erotikus típusú nő volt, letartóztatják, bebörtönzik. Ez egy nagyon nagy vád volt Malenkov ellen, de Sztálin elnézte ezt neki, egy hasznos embernek tartotta. És Malenkov is figyeltett másokat, főleg az úgynevezett leningrádiakat. Az ő helyére a pártközpontba két egykori leningrádi pártvezető került, Andrej Zsdánov, a szovjet kultúrpápa, aki a háború előtt Sztálin
helyettese volt a pártközpont élén, és Zsdanov volt helyettese, később szintén leningrádi pártitkár Kuznyecov. Ők olyan helyzetben voltak, hogy egy csomó helyre oda tettek, oda vittek pártmunkásokat, vezetőket Leningrádból. Kialakul egy ilyen, ha nem is frakció, de egy leningrádi klán. Észtországban, a Karélfin köztársaságban, Novgorodban, Pszkovban, a Krimfél-szigeten, soroljam tovább. Ezek az emberek összetartottak, és Malenkov bogarat ültött Sztálin fülébe, hogy ezek az emberek szövetkeznek Sztálin ellen, ez egy ellenséges frakció. Sztálin először nem hitt ebben, sőt, még élvezte is, hogy versenyezteti Zsdánovot és Malenkovot. Hogy a leningrádiakkal elbánjon, Malenkovnak szüksége volt szövetségesekre, de kéznél volt Lavrentyi Béria, kéznél volt Lázár Kaganovics, ők is utálják a leningrádiakat, és meg kellett nyerni Nikolaj Bulgányint, Sztálin kedvencét, aki sokban a hadsereget ellenőrzi. Ez egy szabályos maffia történet. Sztálin látja ezt a küzdelmet, és még örül is ennek. Elküldi 1947-ben Malenkovot és Zsdánovot egyszerre Lengyelországba, hogy ott létrehozzák a Kominformot, a Komintern, a kommunista világpárt utódszervezetét. 1948-ban, amikor Titóval összevész Sztálin, elküldi Malenkovot és Zsdánovot együtt Bukarestbe, hogy ott átkozzák ki Titót a nemzetközi kommunista mozgalomba. Annyira rosszban van a két politikus, majdnem összeverekedtek Bukarestben. De aztán Zsdánov ellen szövetkezik és intrikál Malenkov odahaza is, de Zsdánov nagyon beteg, lemegy pihenni, és rendkívül gyanús körülmények között meghal 1948. augusztusa végén. És akkor viszont Malenkov átveszi a hatalmat gyakorlatilag a pártközpontba, a Sztálin utasítására, és meggyőzi a gazdát, a diktátort, hogy hatalmas leningrádiakból álló összeesküvést, de országos összeesküvést leplezett le. És megindul a hajsza a leningrádiak ellen, több mint 2000 leningrádi pártmunkást és állami vezetőt elmozdított Malenkov, letartóztatják őket, és országosan pedig még 1000 ember kerül a prés alá. De ez egy más terror volt, már szintén terror volt, mint a nagy terror 37 és 39. A legnagyobb titokban történt az egész. A terror folytatódott, és Malenkov számára ez egy nagyon is testhez álló feladat volt. És az a gyűlölködő természet, a kegyetlenség teljesen kijött belőle. Élvezte, amikor titkárával, Szuhánovval lementek Leningrádba. Egy belügyi komandó kíséretében körbevették a fegyveresek a Smolny egykori leánynevelő intézetet. És akkor oda tereltette Malenkov a leningrádi elitet, a pártvezetőket, az állami vezetőket, gyárigazgatókat, és megindult a tisztogatás. Majd Malenkov visszament Moszkvába, és akkor az ő irodája, annak előszobája, tehát az egész iroda komplexum olyan volt, mint egy börtön, mint egy kihallgató cellasor. Sorra jönnek be a pártvezetők, Alekszej Kuznyecov, mások, és ott a helyszínen le is tartóztatják őket, miután Malenkov kihallgatja őket. Általában beindul a terror, és a végén elviszik Sztálin nagy kedvencét, egy világos koponyát, Nikolaj Voznyeszenszkit, bebörtönzik őt, és a cellájában ugyancsak kiszáll Malenkov másokkal, Bulgányinnal és Hruscsovval. És akkor Bulgányin és Malenkov elkezdik szabályosan verni, püfölni, rugdosni, Voznyeszenszkit, aki már alig lát, előzőleg úgy megkínozták őt. Hruscsov később,
amikor küzdött politikailag Malenkovval és Bulgányinnal, felhánytorgatta nekik ezt. De azt nem mondta el, hogy ő is ott volt e kihallgatás, idézelbe mondom ezt a kifejezést, során. Milyen volt ez a helyzet? Az Egyesült Államokban egyszer találkoztam moszkvai ismerősömmel, aki ott dolgozott akkor, Szergó Mikojánnal, Anasztász Mikoján fiával. És ő azt mondta, hogy ez az egész leningrádi történet a szovjet hosszú kések éjszakája volt. Hát ebben van igazság. Aztán Malenkov egy újabb feladatot kapott, preventív tisztogatásokat kell elvégezni a belügyben, és főleg az állambiztonsági szolgálatokban. Sztálin utasította Malenkovot, mert tisztában van, hogy egyedül ő képtelen preventív tisztogatást elvégeztetni a belügyben. És Malenkovnak volt egy érdekes, idézőjelben mondom, ötlete, pártmunkásokat és fiatal komszomol vezetőket beküldeni a belügybe, ahol Malenkov szerint Abakumov miniszter áruló garázlálkodik. Egyébként Abakumov a korszak egyik legsötétebb embere, hóhér volt a javából, de hát Malenkov is hóhér volt, és az egyik hóhér összecsapott a másik hóhérrel. Én beszélgettem Moszkvában erről elég sokat, a kulcsszereplők egyikével, az egyik tanúval, Nikolaj Mészecevvel, aki komszomol vezető volt, és Malenkov behívatta őt akkor magához. Nikolaj Mészecev az 1990-es évek elején Kun Miklóssal beszélgetve így emlékezett a Malenkovval történt találkozására. Malenkov fogadott engem, azonnal hellyel kínált, de előtte még jól nevelt emberhez illően szertartásosan köszönt, és rögtön elmondta, miért hivatott. Malenkov: tudja, Nikolaj Nikolajevics, nagy kérésünk van magához. Arra kérjük, menjen dolgozni a különlegesen fontos ügyek nyomozati osztályára, az Államvédelmi Minisztériumba. Ez Sztálin elvtárs személyes kérése magához. Majd hozzátette, Sztálin elvtárs elolvasta a maga káderanyagát. Mészecev érdekes módon a felvétel során, mert felvettem videóra ezt az egész beszélgetést, leállította a kamerát és elmagyarázta, hogy tulajdonképpen Malenkov megbízta őt, hogy leplezze le az áruló ellenforradalmára az angoloknak kémkedő, betegeiket elpusztító híres zsidó orvosokat. És ezért kiküldte őt Malenkov hamarosan fedésben, mint ifjúsági vezetőt Angliába, hogy ott kémkedjen és szedje össze, gerebjézze össze ezt az anyagot, hogy ők Angliából a híres orvosok, a orvosper leendő vádlottjai az angol titkos szolgálattal, az Intelligence Service-zel állnak kapcsolatban. Mire Mészecev Angliában elkezdett a téren tevékenykedni, meghalt Sztálin. Malenkov lett Sztálin utódja a kormány élén, Béria szövetségeseként, és Malenkov és Béria elkezdték leleplezni Sztálint. De aztán robbant a bomba, Béria még Malenkovra is vadászni kezdett titokban, és akkor megijedt Malenkov, és csatlakozott a Molotov és Hruscsov által összehozott, 1953. júniusában összehozott összeesküvéshez. Látszólag megerősödött. Csak később jött rá, és kénytelen volt rájönni arra, hogy Béria letartóztatása nyomán félig meddig már béna kacsa lett. Béria mögött állt ugyanis egy félelmetes szervezet, egy szörnyű szervezet, népes belügyminisztérium. És Malenkov viszont Béria letartóztatása után immár csak a kor általa vezetett kormányra támaszkodhatott, nagyrészt híveiből állt ez a kormány, de Nikita Hruscsov, aki Sztálin halála után volt az első vezető, aki egyszemélyi vezetésre törekedett, noha akkor a Szovjetunió élén
kollektív vezetés állt, Nikita Hruscsov viszont a pártapparátusra támaszkodhatott. És a pártapparátus pedig sokkal erősebbnek bizonyult, mint a kormány. Érdekes helyzet keletkezett. A szovjet lakosságnak fogalma se volt, hogy valójában milyen kegyetlen ember ez a Malenkov. Jóindulatú rigmusok, csasztuskák születtek róla. Én is hallottam egy Moszkva melletti kisváros piacán, hogy énekeltek ilyen csasztuskákat, hogy milyen jó ember ez a Malenkov. Szelíd, szereti az egyszerű embereket, felkarolta a vidéket, könnyített az adóprésen, ilyeneket mondtak róla, ebben sok volt az igazság, demagóg módon ugyan, de enyhített a cenzúra szigoron is. És a kapitalista világgal megpróbált már egészen más kifejezéseket használva tárgyalni, és amikor beszédet mondott különböző szovjet tanácskozáson, akkor béke szólamokat hangoztatott. Az utóbbi felfogás, hogy engedményeket kell tenni a nyugatnak, és nem szabad háborúra törekedni, iszonyan felbőszítette a sztálini vezetés régi tagjait, olyanokat, mint Kaganovics, olyanokat, mint Vorosilov. De a legjobban Molotov, az új szovjet külügyminiszter, aki 1955 nyaráig kézben tartotta a szovjet külpolitikát, a legjobban Molotov megutálta Malenkovot. És akkor másodjára is összeállt egy ilyen tandem, Hruscsovból és Molotovból álló szövetség, ezúttal már Malenkov ellen. Molotov a háttérben maradt. Hruscsov viszont járta az országot, és 1954 nyarától elkezdett durva megjegyzéseket tenni, akárhol jár Malenkovra. A kezében, Hruscsov kezében két adó volt. Az egyik az, hogy Malenkov nagyon szigorúan bánt a pártapparátussal, elvette a plusz pénzeket, elvette a privilégiumok egy részét, megszüntette az úgynevezett bélelt borítékok rendszerét, hogy a fizetésükön kívül az apparátsikok nagyon-nagyon nagy mennyiségű pénzhez jutottak, plusz pénzhez. A másik dolog, Malenkovot korábban nagyon dicsérte Hruscsov. Lám, ő legyőzte Bériát, együtt megbuktattuk Bériát, együtt letartóztattuk, és így tovább. De hangsúlyozni kezdte, Malenkov volt az, aki Béria barátja volt, és Béria szövetségese volt. Ezt nem tűrhetjük, elvtársak. Mivel Malenkov elvette az apparátustól a plusz pénzeket, Hruscsovnak nagyon könnyű dolga akadt fellármázni az embereket, felsorakoztatni őket, hogy most döntsük meg a malenkovi liberális, nyugatbarát, félkapitalista rendszert. És 1954 késő őszén a Fekete tenger partjára egy kormányüdülőbe Hruscsov meghívja a Szovjetunió számos befolyásos vezetőjét, és ott a hosszú séták során, meg az esti italozások során megbeszélik, hogy megdöntik Malenkov uralmát. A többi ismert, 1955. januárjában és februárjában két részletben összeül a központi bizottság, és megbuktatják Malenkovot. Amikor Malenkovot lemondatják a kormány élénről, és Bulgányin lesz az utódja, a marsal, Hruscsov barátja, és akkor úgy tűnt, hogy bábja, akkor Malenkov valahogy szemtelenül reagált az egészre, megelégedett látszólag azzal, hogy ő lesz ezentúl a villamos erőművekkel foglalkozó miniszter. Felvetette azt, hogy visszamegy a pártközpontba, Hruscsov ezt megakadályozta. De azért nem kergette el, mert Malenkov nagyon okos ember volt ebbe a rendkívül alulművelt, aluliskolázott társaságban. Hruscsov azt gondolta, hogy talán szüksége lesz még neki Malenkovra. Malenkov azonban belülről nagyon nehezen élte meg a leváltását.
és hogy nem, Budapesten 1956. november végén a kádári vezetés tagjai jelenlétében egyszer kifakadt, és elmondta, hogy milyen álláspontot képvisel a leváltása óta. A magyarok tátott szájjal bámulták, mert Malenkov mindenkinél keményebben beszélt. Én stalinista vagyok, mondta, de nem olyan, hogy minden áron, hanem eredendően. Hogy most én szerettem volna végigvinni, el is kezdtem a reformokat, de közben szárnyamat szekték. Ám biztos vagyok benne, hogy eljön az idő, amikor az én álláspontom nagy szerepet játszik majd. Доброй ночи, родной.